Kakaó partival várta a hátrányos helyzetű gyerekeket a 60-i karitatív összefogása jégpályánál. Önkénteseik örömmel osztották a forró italt, hogy mindenki felmelegedhessen a hideg időben. Habár csak egy kisebb rendezvénynek indult, a végére sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Számos felajánlás érkezett, így egy igazán mozgalmas, vidám délután kerekedett belőle. Egy kakaópartinak indult, amit Mencel Jani barátunk ajánlott föl hátrányos helyzetű gyermekeknek, és innentől kezdve elindult a 60. karitatív, becsatlakozott hozzá az önkormányzat, becsatlakozott hozzá nagyon sok jó szándékú ember még. Én úgy gondolom, hogy óriási öröm, és itt karácsony közelettével, hogy jókedvűen, vidáman, finomságokkal el tudjuk tölteni ezt a délután. Mintegy 60 gyerek napját tették szebbé hétfőn, több intézmény vitte el gyerekeket a jégpályához, a Családsegítő, a Hegymenet Klub, valamint a Lesznai iskola is. A fiatalok korcsolyák közül is válogathattak, amiket haza is vihettek magukkal. Suha Katalin és Sándor Dániel is elmondták, hogy miért választottak a sok közül. Szürkét és jó kényelmes. Mit szólsz hozzá, hogy kaptatok? Most volt egy ilyen lehetőség, hogy kapjatok egy korcsolyát. Ürülök neki. Az nagyon jó nekem, tetszik a lábamnak, illik hozzá, és csapabíró is szerintem. Nagyon szép ez a korcsolya, amit fogok. És szerintem, ha nem tudom, hogy elesnék-e, de nem szeretek elesni, mert mindig csúszom a jégen, szeretek ezen a jégen csúszni, mindig nagyon jó lesz ez a... És ajándékoknak is örülök. Az is jó. Sokan segítették a hátrányos helyzetű gyerekeket ezen a napon. Mencel János ajánlotta fel a kakaót, a Molnár Pékség cukros briósa kedveskedett, Dán Gyula, a 60-i teniszcentrum vezetője pedig a korcsolyákat adta a fiataloknak. Az önkormányzattól pedig minden gyerek egy 3 alkalomra szóló ingyenes jégpálya belépőt kapott.